Adásunkat megszakítjuk. Az egész ország területére, légiriadó. Légiriadó. Így hangzik az ország egész területére elrendelt általános légiriasztás egy esetleges háborús helyzetben. Miért van ma egyáltalán szükség arra, hogy a légiriasztás módjairól és a tennivalókról beszéljünk, hiszen békében, biztonságban élünk. A háború szerencsére több mint 30 éve távol van hazánktól. A háború veszélye mégis itt van, határainkhoz közel Európában. Amíg létezik imperializmus, és hangot kaphatnak a háborúra uszító agresszív erők. Ezért szükséges már ma felkészülni a védekezésre, megismerni annak különböző módjait. Ezt a felkészülést szolgálja a polgári védelem rendszere és szervezete. A védekezés rendszerében megkülönböztetett szerepe van a lakosság életének megóvása érdekében tett előzetes intézkedéseknek. Az állampolgárok egyéni és kollektív képzését segíti a polgári védelmi oktatás, ahol megismerik az ön és a kölcsönös segélynyújtást, az egyéni védőfelszereléseket és azok használatát. Az egyéni és kollektív felkészítés mellett egy másik igen fontos feladat a különböző óvóhelyek, védőlétesítmények rendszerének kiépítése, azok berendezése. Előnyös, ha már most megismerjük az óvóhelyi védőfelszereléseket, azok használatát. A szervezett védelem csak akkor lehet hatásos, ha az ország egész lakossága időben értesül a várható veszélyről. Az értesítés átfogó rendszere a riasztás. A riasztásra vonatkozó utasítást a Kossuth Rádió, illetve a Kossuth Rádió hullámhosszára hangolt egyik nagy teljesítményű rádióadó közvetíti. A riasztásra a rádióadó műsoridőben vagy műsoridőn kívül a nap bármely szakában felhasználható. Háborús viszonyok között a polgári védelmi rádióriasztási ügyeletes szolgálatok a rádióadásokat éjjel és nappal figyelik. A riadó elrendelésére, illetve feloldására vonatkozó utasítást a rádió nyíltan sugározza a következő képpen. Adásunkat megszakítjuk. Figyelem, figyelem. Adásunkat megszakítjuk. Figyelem, figyelem. Dunántúl, Dunántúl. Légiriadó, légiriadó. A riasztás természetesen elhangozhat az ország egy-egy körzetére. Adásunkat megszakítjuk. Figyelem, figyelem. Adásunkat megszakítjuk. Figyelem, figyelem. Duna-Tisza köze, Tiszántúl. Duna-Tisza köze, Tiszántúl. Légiriadó, légiriadó. De elhangozhat az ország egész területére is. Adásunkat megszakítjuk, figyelem, figyelem. Adásunkat megszakítjuk, figyelem, figyelem. Az egész ország területére. Az egész ország területére. Légiriadó, légiriadó. A riasztást a rádió három esetben 15 másodperces megszakításokkal közli. Az egész ország területére. Az egész ország területére. Légiriadó, légiriadó. Az elhangzott utasításnak megfelelően a polgári védelmi rádióriasztási ügyeletes szolgálatok a városokban működésbe hozzák a riasztást vezérlő központot. A riasztás jele háromszor fél percig tartó erős üvöltő hang. Községekben, üzemekben és intézményekben helyileg is működtetik a szirénákat, amelyek lehetnek elektromos üzemű vagy kézi szirénák.
A riasztás elhangzása után az otthon tartózkodóknak célszerű élelmiszereket becsomagolni, mert a riadót elrendelhetik hosszabb időre is. Mielőtt a lakást elhagyjuk, a legalapvetőbb, hogy a gáz és elektromos készülékeket kapcsoljuk ki, az égő tűzhelyekben a lángot oltsuk el. A lakásban a fűtést zárjuk el, az ablakredőnyöket engedjük le. A már elkészített melegholmikat, takarót vigyük magunkkal. A legfontosabb iratokat, értékeket, gyógyszereket vegyük magunkhoz. Ügyeljünk arra, hogy csak a nélkülözhetetlen legszükségesebb holmikat vigyük magunkkal az óvóhelyre. A lakás elhagyásakor még egyszer győződjünk meg a gázcsap elzárásáról és az áramtalanításról. Az ajtót kulccsal ne zárjuk be. Számolni kell azzal is, hogy az óvóhelyre állatokat levinni szigorúan tilos. A tömegközlekedési járműveken utazók, a középületekben, áruházakban tartózkodók a riasztás után vonuljanak a legközelebbi nyilvános vagy lakóházi óvóhelyre. Az óvóhelyre történő levonulást gyorsan, de fegyelmezetten végezzük. Lehetőleg kerüljük a tolongást. Segítsük a gyerekeket és az idősebbeket, hogy mielőbb biztonságba kerüljenek. Az óvóhelyi tartózkodásnak szigorú szabályai vannak, amelyeket mindenkinek be kell tartani. Ilyen alkalmakkor fontos, hogy nyugodtan, csendben viselkedjünk. Mellőzzük a felesleges mozgást, hangoskodást. Tilos a szeszfogyasztás, a nyílt láng használata, különösen a dohányzás. Közösségi érdek, hogy fokozottan ügyeljünk az egészségügyi, higiéniai előírások betartására. Ezért is fontos, hogy mindenki ismerje az óvóhelyi tartózkodás alapvető szabályait. Amennyiben az országot radiobiológiai vegyi fegyverekkel támadták, úgy a megfelelő riasztást közli a Kossuth Rádió. Radioaktív kiszóródás esetén például így hangzik. Adásunkat megszakítjuk. Figyelem, figyelem. Adásunkat megszakítjuk. Figyelem, figyelem. Győr, Veszprém, Somogy megye. Győr, Veszprém, Somogy megye. Sugárveszély. Sugárveszély. Az úgynevezett RBV riadót az ország területén helyileg jelzik. Harangokkal, kolompal, dudával, gőzsípokkal és a helyi stúdiókon keresztül hangszóróval. A légiriadó feloldását a Kossuth Rádió így közli. Figyelem, figyelem! Az egész ország területére, az egész ország területére. Légiriadó elmúlt. Légiriadó elmúlt. Az elhangzott közlés után a polgári védelmi rádióügyeletes szolgálatok végrehajtják a riadó feloldását. A feloldás jele 3x5 perces egyenlő sziréna hang. Ettől függetlenül az óvóhelyet elhagyni csak az óvóhely parancsnok külön engedélyével szabad. Előfordulhat, hogy adott körzetben RBV veszélyt jeleztek. Ilyen esetben csak az illetékes polgári védelmi szakszolgálat mérés eredményei alapján oldható fel a riasztás. Figyelem, figyelem! Győr, Veszprém, Somogy megye. Győr, Veszprém, Somogy megye. Sugárveszély elmúlt. Sugárveszély elmúlt.
A riasztás feloldása után fegyelmezetten, rendben hagyjuk el az óvóhelyet, és otthonunkban vagy a munkahelyen állítsuk vissza a normális élet és munkakörülményeket. Mai békés életünk, munkánk látszólag kizárja az említett helyzeteket. Mégis foglalkoznunk kell a védekezés ilyen alapvető feladataival is.